politikus, aki inkább világfinak látszott, és akit a KGB meg akar gyilkolni. Jó estét kívánok, Pót Attila vagyok. A mellettem látható fölirat egy filmcím, bár rám is érvényes. Tito Jugoszláviájában születtem, és ott is cseperedtem föl. Így teljesen másképp élt bennem a Marsallról, mint a magyarországi magyarokban. Gyermekkoromban teljesen elképedtem azon, hogy a pesti rokonok láncos kutyáról, személyi kultuszról beszélnek vele kapcsolatban, hiszen nekünk más tanítottak róla az óvodában és az iskolában. Azt, hogy az egész világ tiszteli és szereti őt. Aztán Tito temetésére is emlékszem, illetve csak egy részére. 5,5 éves voltam, óvodás, és teljesen kétségbe estem, hogy miért nem jönnek már értem a szüleim, amikor már késő délután van. Nem jöhettek. Nekik ugyanis a munkahelyükön kellett nézniük a temetés közvetítését a televízióban, nekünk meg az oviban. Ma már nagyon másképpen látom Titót, tehát ami következik, Tito és én. A szutyeszkai csata 1943-ban. A mai Bosznia területén a német fasiszták körbekerítették Tito partizánjait, akik a túlerő ellenére kitörtek a gyűrűből. A háború után ezt a győzelmet a jugoszláv propagandagépezet még jobban kiszínezte. A partizánok elcsigázottán végsőkig kitartó csapata élén a Moszkvát is megjárt kommunista Josip Broz Tito állt. A partizán vezér szerepét nem más játsza, mint Richard Burton. Moszkva. Üzenet a Szabad Világ Rádió állomásnak. Szabad Jugoszlávia. Jugoszláviából a partizánok szinte teljesen egyedül verték ki a megszállókat. Ez később Tito sikeresen használja föl arra, hogy a Vörös Hadsereg ne szállja meg Jugoszláviát, ne felejtsen ott csapatokat. Az ország önálló, független lett a II. Világháború után. Úgy látszik, ez a mi sorsunk százados. Nem számíthatunk másra, csak magunkra. Teljes árat fizetünk a szabadságunkért, de teljes mértékben szabadok leszünk. Egy 80 ezres hadsereggel kerülnek ki a háborúból, amely hadsereg természetesen nem modern értelemben felszerelt hadsereg, ez később komoly gondot okoz nekik. Az, hogy ő lesz az ország első embere, egyszerű, hogy így mondjam, partizán vezérből, ez a nemzetközi helyzet alakulásának a következménye. Tito népszerű volt a partizánok között. És sikerei hatalomra is segítették. Nem csak a szovjetek, hanem Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is őt támogatták a királypárti, olykor a németekkel is együttműködő csetnikekkel szemben. Még ebben az évben döntött a hangzatos nevű jugoszláv névfelszabadító antifasiszta tanács arról, hogy Jugoszlávia háború után föderatív állam lesz. Egyúttal marsallá és miniszterelnökké nevezték ki Josip Brozt, pedig a fegyverek akkor még javában dörögtek. A Tito iránti csodálat nem múlt el a későbbiekben sem. Nem tudtunk átkelni a Száván. Egyre több sebesültünk van. Ezrek és ezrek sérültek meg. És még egy volt partizán, Zsuzsi Jelinek. Az asszony Budapesten született 1920-ban. A család később Zágrábba költözött. Zsuzsi igazi intézmény Horvátországban. Könyveket és újságcikkeket ír politikáról, és nem találják ki, szexről, szerelemről. Fiatalon zsidó származása miatt emigrációba kényszerült, majd orvos férjével együtt csatlakozott a partizánokhoz. Ápolónő lett. Azt hazudtam a partizánoknak, hogy orvosi egyetemre járok, és hogy a férjem mellett ápolónőként dolgoztam. Így maradhattunk együtt az urammal. A partizánok fogait kellett kihúznom. Az erdőben éltünk 3 évig. Borzasztó volt. Találkozott akkor Titóval? Nem, sohasem. Ő nagy ember volt már akkor is. Én csak egy egyszerű katona voltam. Kötözzék be a sebesülteket! Talán a házasságát mentette meg az, hogy a harctéren nem találkozott a sebesült vezérrel, és csak később keresztezték egymás útjait. Vera, vegyem be fájdalomcsillapítót. Nincs rá szükségem. Az a súlyos sérülteknek kell. Nem pazarolhatom magamra. Vegyen be fájdalomcsillapítót. Tito ugyanis nagy nőcsábász volt, együtt partizánkodott harmadik feleségével, Herta Hásszal, akit aztán a fronton egy másik nőért hagyott el, akit viszont majd negyedik felesége kedvéért, Jovánkáért dobott. A háború végén Jugoszlávia romokban volt, az emberek szűkös körülmények között éltek,
és kommunisták lettek, ahogy elvárták azt tőlük. Az ülést megnyitom, átadom a szót apának. Én egyszerűsítést javaslok. Igyekezzünk konstruktívak lenni. Tito ekkor még szoros kapcsolatot ápolt Sztálinnal, aki viszont egyre kevésbé tűrte a jugoszláv marsall hatalmi terveit. Tito föderációban akarta egyesíteni Jugoszláviát, Bulgáriát és Albániát. A Balkán így nem közvetlen szovjet befolyás alá került volna. Titót, Jugoszlávia marsalját, a hajdani vasmunkást, a partizán háború legendás hősét várja az ország. Tito marsall arra törekedett, hogy a szomszédaival jó viszonyt alakítson ki. 1947. decemberében Budapestre jött, szokása szerint talpig tábornoki egyenruhában. Megkötötték a baráti szerződést is. Sercen, Tito tábornagy töltőtolla a történelmi jelentőségű okmányon. Ez fontos volt, mert kiragadta Magyarországot az elszigeteltségéből, a fiatalok meg rajongtak Jugoszláviáért. Non György búcsúztatja a Jugoszláviába induló rohammunkás különítmény. Azért a két állam közt nem lett igazi a szerelem. A vajdasági Adáról származó Rákosi Mátyás és Tito kapcsolatát feszültségek jellemezték. Hogy lejátszáztuk, bíróság elé állítottuk, elítéltük és meg fogjuk semmisíteni az imperialisták titoista kémeit! Magyarország élen járt Tito elszigetelésében, a május 1-i felvonuláson telitorokból szitták. Az imperialisták fenyegetései és Tito provokációi gyűlölettel töltik el népünket a háborús gyűjtogatók iránt. A szocialista tábor blokkádja nehéz helyzetbe hozta Jugoszláviát, főleg a gazdaságot. A kommunista Titónak a nyugat sietett a segítségére. Vannak olyan nagyhatalmak, amelyek úgy ítélik meg, hogy a nemzeti kommunizmus, azaz a Moszkvával szembeni kommunista rendszer, az tulajdonképpen számukra egy támogatandó, hiszen rést üt bizonyos értelembe, és hát pont a Balkánon. Jugoszlávia is részesült a marsall segélyből, több mint 230 millió dollár érkezett az országba. Cserébe Titónak semmit sem kellett adnia, szembefordulása Moszkvával egy biankó csekk volt. A nyugat korábbi kérései, hogy legyen több pártrendszer, vagy hogy vizsgálja fölül álláspontját a jugoszláv király ügyében, már nem volt érdekes. Titót mindenütt szívesen látták. Tito és Jugoszlávia így is jó volt. A francia kívására Tito elnök ellátogatott Párizsba. 1950-ben bevezették a munkás önigazgatást. Ez papíron azt jelentette, hogy nem központilag döntenek a megtermelt javak elosztásáról, hanem helyben. A gyárak így elvileg a nép tulajdonába kerültek. Nyugaton örömmel fogadták az újítást, és azt mondták, íme az alternatíva a sztálini szocializmusra. A viszonylagos bőségből Titónak is jutott. Igazi világfiként sztárokat látott vendégül, akik persze cserébe és persze jó pénzért részt vettek a titói propagandában. Nagy brilliáns gyűrű, volt egy egész szigete, ugye Brioni nagyon szeretett barátkozni a Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Barton, nagyon szerette ezt a társaságot. Erről a szigetről, Brioniról van szó. Tito kedvenc tartózkodási helyéhez közeledünk. A kellemes klímájú sziget a rómaiak idején is lakott volt. 1893-ban egy osztrák orvos, bizonyos Paul Kupelweiser megvette Brionit, és divatos üdülőhelyet épített rá. Vladimir Brajkovics a 70-es évektől dolgozik a szigeten. Pincér volt. A marsallnak csak ő szolgálhatott föl. Brajkovics úr jól ismeri ezeket a képeket. Sok elkészítésénél ő is ott volt. Igaz, nem látszik rajtuk, hiszen a háttérben kellett maradnia. Ez az első fotó arról, amikor Tito Brionira érkezett. Ez 1947-ben volt. Beleszeretett a szigetbe. El is rendelte, hogy itt alakítsák ki rezidenciáját. A szigetet lezárták, évtizedekig csak Tito és családja, valamint a meghívottak tehették be ide a lábukat. Tito több villát is építetett, sőt egy szafari parkot is. Ide hozta azokat az állatokat, amelyeket külföldi elnököktől, kormányfőktől kapott. Sonit is. Az elefántot Indira Gandhi, indiai miniszterelnök ajándékozta a marsallnak. Tito rengeteg látogatót fogadott a szigeten. A 60-as években Kádár Jánost kalauzolta itt végig.
Július 11-én Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának első titkára, háromnapos baráti látogatásra Jugoszláviába érkezett, Josip Broz Tito meghívására. Tito, amikor itt volt, nem csak dolgozott, hanem úszott, horgászott vagy narancsot szedett a szomszédos szigeten, ahol szőlőültetvénye is volt. Csak saját termésű bort volt hajlandó inni, mint itt a magyar első titkárral. Tito állandóan itt szeretett volna lenni. Évente átlagosan 6 hónapot töltött Brijunin. Nagyon sok államférfi jött ide hozzá. A sziget fekvése ugyanis kedvező. Közel van a pulai repülőtér. Onnan pedig jachttal jöttek ide. Nem csak a Kádár látogatás miatt fontos Brijuni. 1956-ban Nikita Hruscsov, szovjet pártfőtitkár itt kérte Tito beleegyezését a magyar forradalom leveréséhez. A marsall ekkor adott tanácsot Kádár kinevezésére is. A Tito javaslatára, ellenjavaslatára pontosabban Münich Ferenccel szembe fogalmazódik meg, hogy ők sokkal szívesebben vennék a Kádárnak az első titkárét, tehát hatalomba segítését. A jugoszláv-magyar viszony ekkor naponta változott. Tito a forradalomban a Rákosi korszak hibáinak kiküszöbölését látta, és amikor a felkelők a kommunisták ellen fordultak, a marsall már elítélte őket. Josip Broz és Budapest későbbi viszonyának az sem tett jót, hogy Kádár ígérete ellenére a budapesti jugoszláv követségről távozó Nagy Imrét és társait elrabolták és Romániába hurcolták. És ez már Novi Sad, ahol tolmács nélkül is eligazodik a magyar turista. Az újságárus itt magyar lapokat is kínál. Testvéri egységben élnek a népek a vajdaságban is. Tito sok nemzetiségű Jugoszláviájában a többi szocialista országhoz képest viszonylag szabadon is jól lehetett élni. A kisebbségeknek is, köztük a délvidéki magyarságnak is jól ment sora. Igaz, a személyi kultuszt a testvériség egység nevében szorgalmasan ápolni kellett. Tito fényképe ott díszelgett minden osztályteremben, munkahelyen, sőt a lakásokban is. Belgrádhoz értünk. Mivel a jugoszláv útlevéllel szabadon lehetett nyugatra utazni, a balkáni országból százezrek mentek, elsősorban Németországba és Ausztriába dolgozni. Kint szerényen éltek, odahaza pedig emeletes házakat építettek az összekuporgatott márkákból, silingekből. Szonya Licht szociológus, a szerb külügyminiszter tanácsadója, Szabadkán született, és a 60-as években költözött Belgrádba, amikor egyetemista lett. Azt gondolta, hogy az egyetem független és szabad. Volt szabadság addig, ameddig nem akart valaki szervezkedni, akármilyen szervezetbe. Ügyes a belügyes. Tito a háború után leszámolt ellenfeleivel, a régi politikai gazdasági elittel. 1948-ban pedig, amikor szakított Sztálinnal, a Moszkva barát kommunistáktól szabadult meg. Ártatlan vagyok. Józsa papáját, Vladó Petrovics bácsit elvitték a bőrkabátosok. Azt kiáltozta az egész szomszédság előtt, hogy jobb neki az orosz gani, mint az amerikai tonta. Ekkor üzemelték be a jugoszláv gulágot, Góli Otokot. A csupasz sziget alig 100 kilométerre fekszik Tito kedvenc rezidenciájától, Brijunitól. Az úgynevezett kommunista párton belül a moszkovita vonal, hiszen erre nevelték őket, ugye, az egy valóságos veszély. Na ennek kiírtása, erre kellett a Góli Otok, ugye, ahova a legkeményebb fejű kommunistákat küldik gyakorlatilag. Indulj! A raboktól azt várták, hogy változzanak meg, az ifjúságtól pedig, hogy kommunistákká legyenek. Én minden nap, minden tekintetben egyre többet fejlődöm. Góli Otokon semmi sem volt, se fák, se épületek, még ivóvíz sem, azt hajón szállították. Az, hogy börtönsziget legyen, nem Tito ötlete volt. Az első világháborúban az osztrák-magyar monarchia is ide küldte az orosz hadifoglyokat. Nem sikerült áthajóznunk a szigetre. Nagyon erős jugó, azaz déli szél fújt, veszélyes lett volna kis hajóval nekivágni az útnak. Így csak Ráb szigetéről tudtunk filmezni. 48-ban semmi nem volt a szigeten, teljesen kopár volt. Az épületeket mind az elítéltek építették föl, az erdőt is a rabok telepítették. 1958-ig azt sem tudtuk, mi folyik a szigeten. Később aztán már bűnözőket is hoztak ide. Akkor indult be az ipari termelés.
Góliatokot csak 1988-ban zárták be, addig folyt a termelés a gyárakban. Bútort, csempéket, autóalkatrészeket készítettek. A rabok első osztályú árut gyártottak. A termékeket nem is lehetett Jugoszláviában megvenni, külföldre, Olaszországnak és a tengeren túlra adták el. Mit csinálnak itt veled? Semmit, te butatjuk levelnek. Elég sok olyant ismertem meg, aki volt ezen a szigeten. Érdekes volt, hogy nem voltak hajlandó róla beszélni, féltek, nagyon meg voltak félelmítve. Persze, hogy tudtunk Goliatokról, de nem beszéltünk róla. Ez a történelem egy része. Tito velünk pincérekkel mindig nagyon rendes volt. Nem politizáltunk, nem az volt a feladatunk, hanem hogy kiszolgáljuk az elnököt. Bennem Tito csak mint kellemes emlék maradt meg. Zsuzsi Jelinekkel már találkozhattak. Hosszú sora van, de ő lett Tito egyik kedves barátja, igaz előtte még majdnem Góliatokra küldték. Az asszony a varázstudományát budapesti nagynénje barátnőjénél, Rothschild Kláránál szerezte, annál a nőnél, aki maga is vart Tito negyedik feleségének, a horvátországi szerb Jovankának. Zsuzsi, ahogy hivatja magát, a háború előtt Párizsban dolgozott Nina Riccinél, ahol a híres divattervezővel Coco Chanellel is megismerkedett. A háborús viszontagságok után Zágrában ismét szalont nyitott. Sikeres volt, külföldön is keresték, Amerikában, Japánban és Európában voltak bemutatói. Jugoszlávia ekkor nem diktálta a divatot, még ha első embere imádta is az eleganciát. A kommunisták ebben is követték, még akkor is a Tito nem bánt kesztyűs kézzel velük. Egy kommunistának legyen szép érzéke, az hozzátartozik. Aki ezt nem érti, semmit sem ért. És aki semmit sem ért? Az bágyú buta baromfa fej. 1961-ben Zsuzsi azonban összetűzésbe került Titóval, aki megelégelte, hogy a híres divattervező nem egy jugoszláv nagyvállalat nevében utazgat külföldre. Rá akarta venni az asszonyt, hogy egy szocialista textilüzemnek legyen az igazgatója, és úgy készítsen bemutatókat. Zsuzsi erre nem volt hajlandó. Mindenemet lefoglalták, nem dolgozhattam, szörnyű helyzetbe kerültem. Bírósági tárgyalás volt, ott pedig Goliatokra akartak küldeni. Volt Goliatokon? Nem, mert egy nappal előtte megszöktem Svájcba. Nem vették el az útlevelem, mert amikor kérték, azt mondtam nekik, hogy már elvették. Hazudtam, mert ismertem. Voltam 3 évig ott velük, mert én soha nem voltam kommunista. Hogy értsék a szerencséjét, azok kérték az útlevelét, akikkel együtt volt partizán. Zsuzsi újra kezdte az életét, és sok pénzt keresett. Közben folyamatosan levelekkel bombázta a jugoszláv minisztereket és Titót is, miért kell neki Svájcban dolgoznia, amikor otthon is hasznossá tehetné magát. Végül az elnök hazahívta. Tito nagyon kedvesen fogadott. Azt mondta, hogy sajnálja, ami történt, és írjam össze, mi mindent veszítettem el. Zsuzsit nem csak hogy kárpótolták, hanem rögvest alkalmazták is. És megkérdezte, hogy varnék-e a feleségének Jovankának. Igen, mondtam, akkor kezdtem varni neki. De akkor nem félt attól, hogy börtönbe küld, hiszen ugye Goliatok. Én mindent neki mondtam. Mondtam, hogy én nem vagyok kommunista, de én szeretek élni itten, és itt vagyok, és nem szeretek lenni Svájcba. Tito ezt elfogadta, mint hogy a divattervező tanácsait is, hogy ne viseljen barna öltönyt, mert az nem áll jól neki, és örült a nőtől kapott nyakkendőknek is. Jaj, mindig viccelődött, imádott csipkelődni. Jakoj volio zafrkavat. És a nőket is szerette Tito. Zsuzsinak nem udvarolt? Soha. Nekem nem, mert én már akkor 55 éves voltam, hát nem voltam érdekes. Mindig 30-25 éves itt volt. Igen. És Jóanka nagyon nyugomorna Béla. Féltékeny volt akkor Titóra. Hogy kell? Féltékeny. Féltékeny volt, nagyon szegény.
És Jovanka élvezte a szép ruhákat, a külföldi látogatásokat, ahol pompázhatott bennük. Látják, milyen kalapot visel? Itt éppen Moszkvában. Zsuzsi alaposan belelátott az elvtársak mindennapjaiba, ezért is nem akart belépni a pártba. Nem működött a testvériség egység, nagyon jól tudom, hiszen az elvtársnőknek vartam, akik az egyszerűséget hirdették. Ők maguk viszont egyáltalán nem tartották magukat ehhez. Elég csak arra gondolnom, amit Jovankának vartam. Tito is szeretett jól élni. Zágráb kertvárosában vagyunk. Ez az étterem már több mint 100 éve működik. Tito marsall gyakran járt ide. 1974-ben feleségével és a horvát szocialista köztársaság vezetőivel evett itt. Gorki Alfirev is fölszolgált a 3 órás vacsorán. Kenyérrel, sóval és népdalokkal köszöntötték az állami vendégeket az étterem udvarán. Rövid felvétel is maradt róla. Nagyon kedves és közvetlen vendégek voltak, ő és Jovanka is. Tito mindig megkérdezte a személyzettől, hogy hogy vagyunk, mi újság, de igazi úr volt. Viszkit szeretett inni, 24 éves csivaszt, és saját vörös vagy fehér borát Brioniról. Tito dohányzott is. Igen, nagyon szerette a szivarokat. Magánál hordta ezeket? Nem, a szivarjait az orvosa tartotta magánál, ő vitte neki. A marsall szeretett enni, de csak ellenőrzött ételt és italt fogyaszthatott. Az ünnepi menüt így nem az étterem szakácsai készítették el, hanem saját séfje. Fölszolgálás előtt pedig mindent ellenőrzött az előkóstolója. Több merényletkísérletet szervez a KGB, azaz Moszkva Tito ellen. Egy nagyon érdekes ilyen kísérlet, 53-ról még magyarul is olvasható egy dokumentum kötetbe. Ott részletesen le van írva, ugye, hogy ilyen filmbe és krimibe illő jelenetekről is szó essen, hogy különféle variációk vetődnek fel, hogy például fogadáson történjen meg Titónak a meggyilkolása. Titóhoz így aztán nehéz volt közel kerülni, pedig imádta, ha ünneplik. A világfinn nem vetette meg a vadászatot. Jó vadász volt, de mindenre lőtt, ami mozgott. Tito vasszigara miatt belső ellenzék nem alakult ki Jugoszláviában. A 60-as években azonban egyre több értelmiségi fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen nincs elég szabadság, nem igazi a demokrácia, a munkásönigazgatás pedig csupán szépségtapasz a diktatúrán. Bár a látszat csal, az 1968-as diáklázadások is elérték Jugoszláviát. Szonya Licht évfolyamtársaival tüntetett Belgrád utcáin a vörös bürokraták ellen és a politikai szabadságért. Tito nagyon intelligensen fejezte be avval, hogy megjelent a televízióba, és azt mondta, hogy az egyetemistáknak igazuk van. És ha nem nagyon sok minden rosszul lett csinálva az országba, és ha nem sikerül ezt kijavítani, én is le fogok mondani. Ez az egyetlen egy alkalom, amikor azt mondta, hogy lemond. Az ígéret azonban ígéret maradt, semmi sem változott. Sőt, a tüntetések vezetőit, hangadóit góliotokra vitték, megmozdulásokat támogató tanárokat elbocsátották. És ez Belgrád, a Virágház, Tito sírhelye. 1975-ben téli kertnek és dolgozószobának építették a 900 négyzetméteres házat, közvetlen az elnöki rezidencia mellett. Maga a marsall rendelkezett arról, hogy ide temessék. Halála után Jugoszlávia széteséséig naponta több ezren látogattak el ide. Az általános iskolákban kötelező program volt a kirándulás Tito sírhelyéhez. Ma alig van látogató, mi is csak 2 lengyel turistával találkoztunk. Ma már különbözően ítélik meg Tito teljesítményét. Nem is hiszem, hogy nagyon hihetett a kommunizmusban. Én azt hiszem, hogy ő a hatalom embere volt, és itt hasonlított Milosevicre. A hatalom volt a legfontosabb, és utána jött az ideológia. Nem könnyű lenni kommunista, és nem könnyű maradni 55 évig. Ugyanabban a pozícióban.
Szerintem keménynek kellett lennie. Sok ellensége volt, de az emberek jól éltek, lakást kaptak, ez ma már nincs így. Tito egész Jugoszláviát egy kézben tartotta, ezért erős kezűnek kellett lennie. Tito nem nevelte ki utódját, sőt, ha valakinek fölmerült a neve, mint lehetséges vezető, nos, az a politikus hamar eltűnt a sűnyesztőben. Josip Broz egyet jelentett Jugoszláviával, és halála után már nem volt, aki összetartsa délszláv államot. Noha vezetők szóban hitet tettek amellett, hogy nem térnek le a titói útról, és követik a marsal útmutatásait, valóságban nem ez történt. Halála után 11 évvel, 1991-ben szétesett Jugoszlávia.